Bátorság, kitartás, győzelem. Így foglalható röviden össze a Honvédelmi Sportszövetség által elindított Bátrak Ligája versenycélja. Ennek egyik állomásaként a karcagi városi sportcsarnokban rendezett versenyen honismereti tudással gazdagodtak, az ügyességi feladatokkal pedig a honvédelmi sportokban szerezhettek jártasságot a diákok. Nagyon érdekes volt maga a verseny felépítése, hiszen nem a szokványos feladatokat kellett, hogy úgy mondjam, végrehajtani. Ugye megszoktuk azt, hogy a sportcsarnokban különféle rendezvények vannak, a játékos sportversenytől kezdve az óvodai sportversenyekig mind-mind más feladatot tartalmaz, de ez egy teljesen különleges pálya az, ami itt most felépítésre került, nem véletlenül, hiszen elsősorban a honvédelemhez, a honvédséghez kapcsolódó feladatok voltak azok, amelyet ki kellett, illetve ki lehetett próbálni a fiataloknak. Úgyhogy nagyon köszönjük a Magyar Honvédelmi Szövetségnek azt, hogy ezt a rendezvényt több magyarországi nagyváros után Karcagon is köszönhettük, és azok a fiatalok, akik karcagi általános iskolákban tanulnak, érdeklődnek a honvédelem, a honvédség iránt, illetve a környező iskolák fiataljai, a környező települések iskoláinak tanulói kipróbálhatták ezt a pályát, amely azon túl, hogy végtelen izgalmas pálya volt, azért elég komoly kiképzési feladatokat is adott számukra. Dr. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a KDNP frakció vezetője a díjátadón elmondta, a szövetség célja az, hogy a megfelelő intézményi keretek és képzések biztosításával olyan képességekkel vértezze fel a jövő nemzedékét, amelyek segítségével garantálni tudják majd Magyarország biztonságát, hiszen a hazavédelme mindannyiunk közös ügye. Nevében is hordozza a lényegét, bátrabbak lesznek a gyermekeink reményeink szerint. Az akaratájuk is fejlődik, a küzdeni tudásuk is fejlődik, és a közösségépítés, a csapatépítés során az egyéni képességeik is, meg a közösségi értékeik is fejlődnek és erősödnek. Tehát a Honvédelmi Sportszövetség programja, a Bátrak Ligája program, most már 31. alkalommal rendezzük meg. Most itt járunk Karcagon, és valóban 10 iskolából érkeztek gyerekek, 7-esek, 8-osok, 7-7 fős csapatokkal méretetik meg magukat. A testnőtanárok elkísérik őket, felkészítették őket, mert ugye nyilván a mi honlapunkon is látható, hogy milyen típusú versenyek vannak. Alapvetően katonai jellegű akadályverseny, gyakorló fegyverekkel, gyakorló eszközökkel, gyakorló krézigránáttól célbedobás, kúszás, mászás, lézeres lövészet, íjászat, szimulátorokon való ügyesség, még harckocsi vezetés is nyilván távirányítással a helyhez kell alkalmazkodnunk. Tehát én azt hiszem, hogy nagy örömmel fogadják minden településen, minden városban, ahol eddig voltunk, legalábbis ezt tapasztaltuk, itt is Karcagon. Nagyon szívesen és örömmel hívtak minket, és fogadtak minket, és a gyerekek is nagy örömmel vesznek részt. A program célja a hazafias nevelés során aktív közösségek létrehozása és az egészséges életmód népszerűsítése is. Hogy milyen lesz Magyarország jövője, az többek között ilyen akadályversenyeken, ilyen megmérettetéseken dől el. Hiszen a gyermekeink jelentik a jövőt. Hogy a gyermekeink rendelkeznek olyan kompetenciákkal, olyan képességekkel, olyan érzésekkel, szívből jövő érzéssel, amivel kötődnek a szülőföldhöz szűkebb és tágabb értelemben, amelyel a hazaszeretetük erősödik, és a szülőföldön való maradás és boldogulás érzése erősödik föl bennük, és hogyha bármilyen veszély, támadás éri Magyarországot, hogy érné, adja Isten, hogy ne legyen ilyen, de látjuk, hogy a kihívások, veszélyek, fenyegetések évszázadába léptünk, és szükségünk van olyan fiatalokra, akik képesek lesznek majd felnőttként is az értékeket látni, és ebben a zavaros világban is tudni, hogy mi a helyes, mi a jó, és mi a rossz, és egyébként pedig az önismereti képességük pedig, meg a fizikai aktivitásukkal elért eredményeik alapján nyugodtan hagyhatjuk majd rájuk ezt a szülőföldet, hogy igenis megtartják majd az ő gyerekeiknek, meg unokáiknak is. A kadét képzés az a középiskolásoknak szól. Én örülök annak, hogy amikor honvédelmi miniszterként dolgozhattam, akkor ezt a programot kitaláltuk és elindítottuk. Akkor 3 iskolával kezdtünk, most már 120 iskolával van szerződése a Magyar Honvédségnek, és ez valóban azt jelenti, olyan biztató jel, hogy a fiataljainkra lehet számítani, hogyha értelmes programokra bevonjuk őket. Igen, van utánpótlási lehetősége jövője a Magyar Honvédségnek is, ezen keresztül erősödik az ország védelme, biztonsága is, és szerintem az helyes, hogyha a gyermekek nyilván ezt önkéntesen vállalják, hogy ilyen lehetőséget adunk számukra. Nyilván van a felsőoktatással is együttműködésünk, tehát az egyetemekkel, főiskolákkal is, ott már egy célzottabb program, de ott van az Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ahol a honvéd tisztképzés is zajlik, ott is nagy a túljelentkezés, tehát én bízom benne, hogy ilyen szempontból
lesznek mindig is olyan gyermekeink, akik ha kell, akár legnagyobb veszély esetén, háború esetén is meg tudják védeni Magyarországot. A karcagi versenyen 10 jásznagy kuszolnok, Hajdúbihar és Békés megyei általános iskola csapata vett részt, akik közül első lett a Berettyó újfalui Diószegi Kis István református két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola csapata. Második a Bucsai, második Rákóczi Ferenc általános iskola és alapfokú művészeti iskola, harmadik a karcagi Györfi István katolikus általános iskola csapata lett. Nagyon élvezetes, kiváló versenynap volt, és örülök annak, hogy a fiatalok lelkesen küzdöttek, és szép eredményeket értek el. Én emlékszem arra még a saját gyermekkoromból, hogy akkor is voltak ilyen akadály és sorversenyek, tehát az iskola szervezte ezeket a honvédségi háttérrel, az MHS-szel együtt, és ott is volt akadályfutás, célba lövés, rövid távú futás, kicsit hosszabb távon is, tehát egy változatos kihívás volt, ami mind szellemileg, mind fizikailag megmozgatta az érintetteket. Hát örülök annak, hogy itt is ez elmondható, és bízom benne, hogy sok ilyen hasznos és látványos verseny lesz Karcagon az elkövetkező időben, amely a hazaszeretetre nevel, ügyességre nevel, és arra, hogy figyeljünk oda ezekre az értékes sportágakra. Jó dolognak tartom, mert alkalmazkodni kell a különböző kihívásokhoz, amiket a kor támaszt, és látszik az, hogy honvédelemre fokozottan szükség van, erősíteni kell az ország védelmi képességeit, ez pedig az kell, hogy lássunk bele ezekbe a életformákba, a katonákébe, a rendvédelmi szervekébe, és a gyermekek közül, akiket ez érdekel, kellő lehetőséggel bírjanak itt Karcagon és a Nagykunságban. Tehát aki ilyen töleten akar a későbbiek során tovább tanulni vagy dolgozni, az itt helyben kapja meg a képzést. A díjakat dr. Simicskó István, F. Kovács Sándor és Fazekas Sándor országgyűlési képviselők, Huba Imre, a Jászlóny-Kunszolnok megyei közgyűlés elnöke és Szepesi Tibor polgármester adta át.